Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Kutatómentő szolgálat. A legjobbak között a szentendrei csapat. Parlagfűmentesítés, lejár a türelmi idő. Véradás. Kiemelten szükség van vérre. A legjobb mentőcsapatokkal működik együtt a szentendrei székhelyű Pest megyei kutatómentőszolgálat a Huszár Egyesület szervezetében, amelyet önkéntes, különleges kutatómentőegységek alkotnak. Fontos szervezet a Huszár mentőcsapat részeként működik, a Pest megyei kutatómentőszolgálat. Kevés hazai egységből épül fel ez a nemzetközileg is elismert szervezet, ide tartozik Szentendre mellett Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg és Pilisvörösvár is. Az említett csapatok az úgynevezett ENSZ Inzaring minősítéssel rendelkeznek, amely nemzetközi méretű katasztrófáknál is feljogosítja a beavatkozásra az egységeket. A világon csupán 49 csapat szerzett ilyen jellegű minősítést. Minden olyan bevetésre utazhatunk, amennyiben a magyar állam úgy dönt, ami nemzetközi kaliberű. Tehát azt jelenti, hogy földrengések, cunamik, vagy akár egy nagyobb vihar által okozott károknál is beavatkozhatunk. Ezzel a 62 fővel utazó szervezettel közösen. Huszár mentőszervezetként még nem utaztunk, de természetesen szolgáltunk a többiekkel közösen. Azért részt vett már Fülöp-szigeteken, Indonéziában, tagjainkként voltak Haitin is, tehát nagyon sok olyan nemzetközi bevetésen dolgoztunk már közösen más magyar szervezetekkel, amik hasonlóak voltak. Ez a Huszár ez nemrég alakult, és 5 évente meg fogjuk ismételni ezt a minősítést, tehát most gyakorlatilag készhelyetben várjuk azt, hogy mikor segíthetünk a világ bármely pontján. A mentőcsapat munkájának fontos tagjai a mentőkutyák, akik számos esetben segítettek már. A Pest megyei kutatómentőszolgálat 4 lábú munkatársai hazai és nemzetközi szinten is több elismerést gyűjtöttek be. Aki ebben az ENSZ Inzaring rendszerben szerepet kap, azok már olyan minősített mentőkutyák, akiket a Nemzetközi Szövetség soraiban tud. Ugye az nem titok, hogy Magyarországon a Pest megyei kutatómentőszolgálatnak vannak a legjobban képzett és legjobban nemzetközileg is elismert mentőkutyái. Ezeket a kutyákat mi időzelben hozzáadtuk ehhez a mentőszervezethez, és így bízunk benne, hogy minél több emberen tudunk segíteni. Világbajnok kutyusunk most már sajnos csak 2 van, ugye 3 voltak benne abban a csapatban, és Liza már itt hagyott minket tavaly, viszont 2 vannak még ebből az öregebb korosztályból. Nem csak a világbajnokság méri a mentőkutyáknak a felkészültséget, ugye itt van a háttérben már Szimba, aki gyakorlatilag a világ 5 legjobb mentőkutyája között foglal szerepet, és nagyon sokan vannak szerencsére szolgálatunknál, akiknél én már látom, hogy a jövő jól menő mentőkutyái lehetnek majd, úgyhogy azt mondom, hogy ebből a 23 kutyából azért nagy eséllyel 10 olyan kutyát ki tudunk nevelni, akik mindenképpen világhírűek lehetnek. Általában azért az összes magyarországi bevetésen, ahol eltűnt személyek kereséséről beszélünk, részt vesznek ezek a mentőkutyák. Ugye legutóbb Kismaros térségében kerestünk egy eltűnt idős hölgyet. Szerencsére, és itt kiemelem azt, hogy szerencsére nem találtuk meg, mert az azt jelenti, hogy nem az erdőben van, tehát valahol teljesen más, úgyhogy innentől kezdve rendőrségi feladat megtenni, hogy a lakott környezeteken belül hol kavarodhatott ő el, úgyhogy mindenhol dolgoznak, ahol az ő szimatukra van szükség. A szolgálat dolgozói naponta 3-4 órát foglalkoznak a jövőbeli mentőkutyákkal. Balázs László szerint leginkább a kutya vezetőjének képzési módszerei múlik leginkább, hogy milyen kollégák válnak majd a későbbiekben belőlük. A Pest megyei bázis folyamatosan fejlődik, a hivatalos átadást az idei évre tervezi a szolgálat. Egyelőre szépen csendben a háttérben dolgozunk azon, hogy ez a bázis ez alkalmas legyen arra, hogy külső szemlélőket is tudjunk fogadni. Azért vannak olyan kellemes meglepetések, amikor kisgyermekes családok meglátogatnak minket, mert látják, hogy ott vagyunk, és bejönnek egy picit kutyát simogatni, meg körbenéznek ott a bázison belül, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy még azért nem terjedt el annak a híre, hogy itt egy ilyen kutatómentő bázis épül. Szép. A szolgálat dolgozói folyamatosan biztosítanak rendezvényeket a nyáron is. A többi között a 2017-es úszóvilágbajnokságon is fontos szerephez jutnak. Véradásra hív mindenkit a Pest megyei Vöröskereszt Szentendrei szervezete. Szerdán a Pest megyei könyvtárban várnak minden önkéntest 10-től 18 óráig.
Vérhiánnyal küzdenek országszerte a szakemberek az év minden szakaszában, a nyáron még inkább szükség van a vérre. A nők évente 3, a férfiak 5 alkalommal adhatnak vért. Városunkban is vannak visszatérő önkéntesek, de szükség lenne a fiatal korosztály bevonására is. Holnap 10 órától 18 óráig a Pátriárka utca 7 szám alatt a megyei könyvtárban tartunk véradást. Ide nagy szeretettel várjuk az első véradókat, és természetesen még nagyobb szeretettel várjuk a folyamatos véradóinkat is. Reméljük, hogy legalább 80-an lesznek, bár elég nagy meleg van, ezért mindenféleképpen kérem a véradókat, hogy folyamatosan igyanak, folyamatosan figyeljenek oda arra, hogy nehogy úgy jöjjenek el véradásra, hogy a javasolt 1,5-2 liter vizet ne igyák meg. A térségben folyamatosan van lehetőség véradásra, Szentendre mellett Visegrádon, Leányfalun, Pomázon is várják az önkénteseket. A rendszeres véradók száma a városban az 5%-ot teszi ki, a Magyar Vöröskereszt munkatársai szerint. Én azt mondom, hogy a papírokat mindenféleképpen hozzák magukkal, a lakcímkártyát, a tajkártyát és a személyigazolványt, de mindenféleképpen egyenek sokat, fogyasszanak bőségesen akár ebédet, akár reggelit, attól függ, hogy mikor jönnek. Alkalmanként az utólagos vizsgálatokhoz 3 kémcsőnyi, valamint 450 ml vért vesznek le a véradóktól. Július 28-án Szentendrén a Pest megyei könyvtárban várnak minden önkéntest, délelőtt 10 órától este 18 óráig. Ne feledjük a szlogent, adj vért, s ments meg 3 életet! Lejár a parlagfűmentesítés türelmi ideje Szentendrén és a térségben is, június 30-ával. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 forinttól 5 millió forintig terjed. Több esemény helyszíne volt a közelmúltban a Vujicsics Tihamér Zeneiskola, ahol egy művészeti ösztöndíjat, valamint a felújított Bőzendorfer zongorát is átadták. Stúdiónk vendége az intézmény igazgatója, Zakar Katalin volt, aki az intézmény elmúlt időszakáról is mesélt az interjúban. Kiosztották az elismeréseket, kiemelt díjakat is a napokban a művészeti iskola tanév záróján, ahol ismét egy eredményes, sikeres tanéven vannak túl az intézmény hallgatói, az igazgató szerint. Minden évben vannak olyan díjazottjaink, akik kiemelten díjazottak. Tehát közel 900 növendékből van 10 olyan tanuló, aki a különböző violinkulcs kitüntetéseket megkaphatja. Ezek arany, ezüst és bronz violinkulcsok, kitűzők, amiket utána hordhatnak a gyerekek. Akkor én elárulom a neveket, hogy melyiket kik kapják. Arany violinkulcsot kap ebben a tanévben Balikó Virág Erzsébet, Berecki Zsolt és Bokor Anna, ezüst violin kulcsot fognak kapni Eredics Vince, Grimaldi Giulio Benedek, Király Ágnes és Minyanóra, és bronz violin kulcsot kapnak majd Bodoki Lukács, Masát Tamás és Őri Beatrix, mondom ezt még jövő időbe, de ez addigra már múlt idő lesz. Úgynevezett szülői díjat is át fogunk adni, és ezt most második alkalommal, érdekes módon, de nagyon megérdemelt módon Pálfi József kapja, aki egyébként a Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány elnöke és a honlapunk szerkesztője. Valamint sor kerül még az Oltai díj átadására, ez egy pedagógiai díj, egy olyan külön díj, amit a tantestület szavaz meg saját tanárai közül, ezt ebben az évben Kassainé Garamölgyi Rita kapta. Az ország több pontján is rendezvényeken, hangversenyeken is megmutatták tehetségüket a diákok. Véget értek a felvételi meghallgatások, de a munka nem ér véget. A nyári időszámítás új feladatokat, kihívásokat jelent, a táborozni vágyó hallgatók több kategória közül is válogathatnak. Körülbelül 210 felvételiző érkezett ebben az évben is, ami hát nem múlja alul az eddigi éveket szerencsére. Nyári táborok több is lesz. Igazából azokat említeném meg, amelyek itt Szentendrén kerülnek megszervezésre. Az egyik ilyen, az a vonószenekari tábor. Felkeresett minket egy másfél-egy évvel ezelőtt Szigeti Máté, aki ide járt hozzánk zeneiskolába, de már úgy hozta az élete, hogy Kanadában telepedett le, magyar feleségével pedig létrehoztak egy kis zeneiskolát és egy vonószenekart.
És akkor ők olvasták a honlapon, meg Facebookon is azért elég sok mindent lehet látni, és felvették velünk a kapcsolatot, hogy ők szeretnének egy ilyen cserediák programot, vagy egy valami olyan projektet, amiben közösen muzsikálhatnának a kanadai gyerekek és a magyar gyerekek. Ezt fölkarolta a vonós tanszakunk, Domoszlai Orsoly a zenekarvezető irányításával létre is jön ez a találkozó. Július 5-e és 11-e között lesz egy zenekari tábor a zeneiskolában. Ennek a végén, 11-én pedig lesz egy koncert a Városháza dísztermében, ahova szeretettel várunk minden érdeklődőt. És akkor még egy másikat is megemlítenék, a Fúvor zenekarunknak egy különleges programja, egy különleges tábor lehetősége adódott. Cifra Gergely kollégám jó voltából, aki katonazenész, itt a Szentendrei kiképzőbázison, és a gyerekeknek ott a kiképzőbázison tart egy egyhetes vagy ötnapos bentlakásos zenekari tábort, úgyhogy egy kicsit a katona életbe is belekóstolhatnak a gyerekek, nagy izgalommal várják ők is. Jelenleg is tart a beiratkozás a zeneiskolába azoknak a diákoknak, akik sikeres felvételi vizsgát tettek. A leendő hallgatóknak az adminisztrációhoz szüksége van, diákigazolványra és tajkártyára is. Végül a várható időjárásról. Szerdán napközben még tovább melegszik a levegő, visszatér a hőség. A késő délutáni esti órákban a gomoly felhősödés mellett elszórtan máshol is kialakulhatnak helyi heves zivatargócok. Az EUMAT előrejelzése alapján. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Sportkorzó című magazinműsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, friss híreket is olvashatnak, és élőben követhetik adásunkat, amit az Itt-Ott TV alkalmazáson is elérnek. De csatlakozzanak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!